javíthatja, hogy itt a vizes blokkokat említette. Így van. Tehát most mi a rendszer, vagy mi volt a rendszer eddig? Eddig a komfortérzet nagyon rossz volt olyan szempontból, nem a fürdés szempontjából, hanem csak kint volt a vízvételi lehetőség, nem volt a szobákon víz. Uh-huh. Nagy létszámú szobák voltak, most 4 fős szobák lesznek, de kisebb léptékű szobák lesznek, másrészt pedig fűtéskorszerűsítés zajlik ezzel a pályázattal kapcsolatban. Eddig konvektoros fűtés volt, minden hálóban egy konvektor volt. Uh-huh. Ez nagyon gazdaságtalan, nagyon gázpazarló, és gyakorlatilag nem volt ettől meleg. Tehát főleg az épp a fűtőtestől távoli sarokban hideg volt. Tehát most a minden szobában 3 nagy kondenzációs kazánról működtetett radiátor lesz. És ez a kondenzációs kazán egybe látja el a diákok meleg víz igényét is, szobákban, fürdőben egyaránt. Tehát a komfortérzet kisebb szobák, közel hideg-meleg víz a szoba előterében, illetve a fűtés az most már remélhetőleg normális fűtés lesz, és nem fognak fázni, és az iskola is takarékos gázfogyasztással tud megfelelő mérsékletet biztosítani a fiataloknak.